Ha ezt a sötéten zengő, ünnepélyes, részhúvos témát most még egyszer eljátszanánk, és aztán harmadszor is, akkor önök biztos azt gondolnák, hogy a bajrajti ünnepi játékok egyik előadására cseppentek. Ott a felvonás kezdésre hívja önöket ez a szózat. Vagy esetleg a budapesti Wagner napokra, annál is inkább, hiszen egy nagy sikerű sorozat az MR szimfonikusok aktív részvétele nélkül aligha jöhetett volna létre. Miből is adódik ez a hasonlóság? Bruckner 7. szimfóniájának nagyon szép dallama és a Wagner stílus között. Egyrésztről természetesen időrendi értelemben és földrajzi értelemben közeli dolgokról beszélünk. A 7. szimfónia 1881 és 1883 között keletkezett. Ezek Richard Wagnernek, a nagy zenedráma szerző német komponistának az utolsó életévei. És mint látni fogjuk, több szálon személyesen is össze tudjuk kötni Wagnert és Brucknert, Wagnert és konkrétan ezt a szimfóniát, a 7. szimfóniát. Azonban van itt még valami, ami összeköti ennek az imént hangzott részletnek a hangzását, a hangszínét Wagnerrel. És ez pedig az, hogy ezen a ponton a szimfóniában olyan különleges hangszereket, olyan különleges részhúvós hangszereket hallunk, amelyeket tulajdonképpen Richard Wagner rendelt meg hangszerépítőktől, hogy egy olyan hangszínt hozzon létre a zenekari részhúvós családban, amelyik addig még nem létezett. És hát ennek a megrendelésnek, ennek a zeneszerző kifejezett kérésére történt hangszerfejlesztésnek az emlékére azóta is Wagner tubának nevezzük azokat a hangszereket, amelyeket itt a 7. szimfóniában Bruckner is alkalmaz, méghozzá rögtön 4 belőlük. Ebben a motívumban hallottuk a Wagner tubák kórusát, amelyet a szokásos tuba kísért legalul. Ugye ezt Bruckner annak érdekében, hogy a Wagner tubáktól, amelyek tenor vagy basszus tubák lehetnek, megkülönböztetés azt mondja, ez a kontrabasszus tuba, amelyik a legmélyebben szól. Wagner egyébként egészen speciális műhöz kötve dolgozta ki ezeknek a hangszereknek a tervét, és ez pedig a Nibelung gyűrűje című zenedráma ciklus volt. Érdekes, hogy Bruckner sem a szimfónia egészében, a 7. szimfónia egészében használja ezeket a hangszereket, hanem csak a 2. tételben, a lassú tételben, és a 4. tételben, a záró tételben, a fináléban. Viszont a Wagner tubáknak a színe, a hangzása, az hiányzik a nyitó tételből és a 3. tételből, amelyik a scherzo tétel. Ebből következik, hogy ennek a szimfóniának az egyes tételei 2 csoportra oszthatók a hangszínek szempontjából. Az első és a 3. tételnek a színe az sokkal hidegebb, ugyanakkor sokkal fényesebb, sokkal tisztább, élesebb színképet ad, míg a 2. és a 4. tétel az inkább sötétebb, de egyúttal egy melegebb szín is, és egy bársonyos szín is. Azt mondtam, és hát valóban ez áll a partitúrának is az élén, hogy Bruckner 7. szimfóniáját fogjuk ma körüljárni, megvizsgálni. Azonban igazából a 7. szimfónia Brucknernek már a 9. befejezett szimfóniája volt. Ez abból adódik, hogy a számozott szimfóniát azt egyfajta rangnak tekintette, és ezt a rangot ő maga úgy ítélte meg, hogy nem adhatja meg minden művének. Először is át kell gondolnunk azt, hogy ő 1863-ban kezdett el a szimfónia műfajával foglalkozni, egy olyan évben tehát, amikor már 39 éves volt. És azt a szimfóniát, amit ekkor írt meg, az ő maga Schularbeit szimfóniának, iskolai dolgozat szimfóniának, vagy ha tetszik, tanuló szimfóniának nevezte. És hát anélkül, hogy cinikusnak akarnék látszani, azért gondoljanak bele, hogy mondjuk Mozart vagy Schubert esetében, hogyha ők a 39. életévükre halasztották volna a Schularbeit szimfóniájuk megírását, hát ez egy fatális döntés lett volna, és ebben az esetben ugye ezek a szimfonikus életművek nem születtek volna meg. Bruckner, mintha érezte volna, hogy neki van ideje, és van értelme annak, hogy felkészüljön lélekben, technikában
a szimfóniára, mint nagy műfajra, és a Schularbeit után megírta első szimfóniáját, ezt már ő maga elsőnek tekintette. Utána írt egy szimfóniát, amit azonban később visszavont. A visszavonás nyomán lett ennek a szimfóniának a neve nulladik szimfónia, majd ezt követte az, amit már másodiknak nevezett, szóval akárhogy is nézzük, a hetedik szimfónia ilyen előzmények után lett Brucknernek tulajdonképpen már kilencedik befejezett szimfóniája. Az a részlet, amit az imént hallottunk, a szimfónia lassú tételének a bevezetéséből volt. De természetesen a szimfóniának a vizsgálatát azt az elejével szeretnénk elkezdeni, és azt el kell mondani, hogy a hetedik szimfónia idejére Brucknernek már egy valóságos rítusa volt azzal kapcsolatban, hogy ő hogyan akar elkezdeni egy szimfóniát. Ennek az elképzelésnek, ennek a szinte szertartás szerűen szabályozott kezdésnek a modellje az egészen bizonyosan Beethoven 9. szimfóniájának a kezdete volt, azonban Bruckner nagyon sajátosan tovább fejlesztette, tovább gazdagította ezt a modellt. Szinte minden szimfóniája azzal kezdődik, hogy a vonós hangszerek egészen halkan, szinte észrevehetetlenül sustorognak, és ebben a így kijelölt hangzó térben egyszer csak megjelenik egyetlen egyszólamú téma, amelyik először nagyon nagy hangközlépésekben mozog, aztán apróbbakban, az egész halkan indul, fokozatosan erősödik fel, és tulajdonképpen a zenei anyag, a zenei gondolat, az fokozatosan tölti ki azt a teret, amit az egésznek az elején a vonósoknak ez a sustorgása meghatározott. És aztán ez a folyamat elér valamiféle lokális, helyi csúcsponthoz, és utána egy picikét visszahúzódik, ez lehet az a pont, ahol valamilyen más téma kezdődik el. Most mi nem jutunk el idáig, hanem azt a folyamatot mutatjuk meg, amiről eddig beszéltem. Thank you.
Ebben a formában halljuk tehát a tétel fő gondolatát, fő témáját az egész szimfónia elején, és tulajdonképpen az első tételnek a folyamatát azt úgy is le lehet írni, mint ennek a témának, ennek a gondolatnak az alakváltásait és karakterváltásait. Hiszen ez egy nagyon különleges téma, nyilvánvaló a kezdő gesztusában a felfelé szinte égre törésnek a törekvése. Ezt a légiességet és ezt a fenti régiót hangsúlyozza az, hogy az egészben van valami olyasmi, amit úgy mondhatnánk, hogy a ritka körülötte a levegő. Tehát tényleg a magashegyi tájaknak az atmoszféráját tudja megidézni az a fajta remegő, tremulózó, vonós kíséret, amit mindvégig hallunk. És ugyanakkor, miközben ez a téma légies és égretör és fenséges, az is világos, hogy tele van belső feszültségekkel. És tulajdonképpen a tétel ezeket a belső feszültségeket hozza felszínre azzal, hogy újabb és újabb vonásaira mutat rá ennek a témának, amelyeket eredetileg mi talán nem is gondoltunk volna, hogy ezek is benne rejlenek. Például a tételnek a középső szakaszában, az úgynevezett kidolgozási szakaszában megszüli a téma saját ellentétpárját. Ugyanaz a ritmus alakzat hallatszik, mint a tétel elején, viszont most az egész nagyon vastagan, nagyon súlyosan van hangszerelve, és ez a dallam, ez lefelé zuhan, szinte tényleg pokoli mélységekbe, félelmetes alanti régiókba megy lefelé, pont ellentéteként annak, ahogy a tétel elején hallottuk. Ezután a félelmetes alakja után a témának különböző árnyalatokban játszik, de mindig felismerjük, hogy ez még mindig ennek a gondolatnak valamilyen új változata, míg nem el nem jön egy olyan pont, ahol azt gondoljuk, hogy most visszatért az eredeti alak, most visszatértünk a kiinduló ponthoz. De talán azt is érezzük, hogy ez a kiinduló pont már egy kicsikét más, mint ahogy eredetileg hallottuk. Most ezt a részletet mutatjuk meg. Thank you.
Nos tehát, mi volt az újdonság az utolsó ütemekben? Miért éreztük azt, hogy ez az és mégsem az? Az indító téma, az alapgondolat, de mégis már valamilyen megváltoztatott formában. Ahhoz, hogy erre rájöjjünk, most eljátsszuk ezeket az utolsó ütemeket, de úgy, hogy kiveszünk belőle a hangszerek közül két olyan szólamot, amelyek az újdonságot játszották, nevezetesen az első hegedű és az első fúvola szólamát. Így hát, ha ráébredünk arra a hiányból, hogy mi volt az, ami új volt. Most tehát az újdonság az nem más volt, mint hogy itt a visszatéréskor a témának az eredeti, felfelé törekvő, égretörő változata és a lefelé hajló, ha tetszik, lefelé zuhanó változata az egyszerre szólt. És hogyha megfontoljuk, hogy a 19. században vagyunk, ráadásul a német nyelvterületen, ugye Bruckner már Bécsben él jócskán, amikor ezt a szimfóniát írja, azt megelőzőleg egyébként Linzben élt és működött muzsikusként. Most tehát, német kultúra 19. század, nem nehéz a tézis, antitézis, szintézis hegeli hármasságára gondolnunk. Ugye a szimfónia legelején hallottunk egy felfelé törő témát, ez volt a tézis, a közepén egy lefele zuhanó változatát ugyanennek, ez ugye az antitézis, és lám itt a visszatéréskor a kettő valamilyen harmonikus szintézisben egyesül. Nem tudjuk azt mondani, hogy most a zene lefelé zuhan, lefelé rohan, vagy felfelé tör, mert hogy a kettőt egyszerre csinálja. Most majd meg is hallgatjuk megint az eredeti hangszerelésében ezt a szakaszt, de ezúttal tovább fogunk lépni, és megismerjük azokat a kísérő gondolatokat, azokat a másfajta karaktereket is, amelyek ezen fő gondolat mellett ebben az első tételben feltűnnek, és egy valamire biztos, hogy fel fogunk velük kapcsolatban figyelni. Ez pedig az, hogy nagyon sokféle lehet a színezete, a hangulata, a karaktere ezeknek a témáknak. Lesz, amelyik kimondottan bensőséges, lírai, lesz, amelyik egyenesen táncos jellegű, de mindegyik egy idő után eljut valamiféle célhoz, valamilyen csúcsponthoz, és ott, mintha meggondolná magát, ellankad, tova tűnik, nem viszel egy igazi diadal pillanatig, benne van az erő, benne van valamilyen szándék, de aztán ez mégis valahogy hirtelen visszahúzódik, eltűnik, és ez egy nagyon jellegzetes vonása a Bruckner zenéjének, hogy ezt a fajta, ha nem is hiába valóságát, de minden esetre ezt a fajta küzdelmességét az emberi törekvéseknek ilyen módon is kifejezésre juttassa.
Itt állunk tehát meg annyi ötlet, meg annyi gondolat után, tényleg nagyon különböző karakterek után, és megint a zene még egyszer elhalkult, elsötétült, egy olop helyzethez ment vissza, és fogalmunk sincs tulajdonképpen, hogy mi fog következni ezután. És ami ezután következik, aztán nem teljesen magától értődő, mert hogy most megint, és ezúttal már valóban utoljára visszatér a tételt indító melódiánk, témánk, ezúttal annak az a része, amelyik a leginkább olyan küzdelmesnek, konfliktusosnak tűnt, és ezt most még az is külön hangsúlyozza, hogy a vonósoknak a dallamához olyan visszhangszerűen járulnak hozzá fafúvós motívumok, és az egész kicsit olyan, mintha valamilyen panaszéneket hallanánk, amit valaki magányosan énekel, és azt körülötte a természet, a sziklák verik vissza, és akkor nem értjük, hogy hát hogy is lehet ez, hiszen azt gondoltuk, hogy egyszer már elértük a mi szép szintézisünket, lefelé zuhanás és felfele törekvés egyszerre volt jelen. Mi ez a küzdelem, mi ez a probléma, ami újra visszatért hozzánk? Először is hallgassuk meg, hogy mi is történik itt valójában. És az igazság az az, hogy ezen a ponton a zenekarnak a hangzása az tulajdonképpen még feszültségteljesebb, még félelmetesebb, mint ahogy most hallottuk. Ugyanis ebből a részből ezúttal kihagytunk egy olyan hangszert, amelyiknek nagyon fontos szerep jut itt, nevezetesen az üsdob, a timpani. Ugye az üsdob az a szimfonikus zenekarnak, a szimfonia műfaj kezdeteitől szerves része, tehát ebben semmi újdonság nincs, hogy Bruckner ezt a hangszert használja. Annál inkább eredeti az a gondolat, hogy egy nagyon hosszú, nagyon összetett első tételben egészen az utolsó ütemekig, legalábbis az utolsó forma szakaszig tartogatja az üsdobnak a megszólalását. Ugyanis ez a leges-legelső pillanat, hogy ennek a hangszernek szerep jut, de rögtön egy egészen fantasztikus szerep, ugyanis itt eme borús, küzdelmes dallam hátterében elkezd peregni, és pereg egészen a tételnek a legvégéig. Eleinte ezt kimondottan félelmetesnek, bajósnak, nyugtalanítónak fogjuk érezni, de aztán rájövünk arra, hogy tulajdonképpen mégiscsak egy fantasztikusan pozitív, megerősítő szerepe van ennek a hangszernek, amelyik folyamatosan az egész tételnek az alaphangját szólaltatja meg, és ez az üsdob pergés lesz végül is az, ami egy adott ponton ezt a nagyon sötét, nagyon borongós, nagyon rejtelmes zenét egy egészen fantasztikus transz állapotba fogja átvezetni, ugyanis a tétel legvégén a romantikus összhangzatlannak, harmóniának az egyik legfényesebb hangzását, az édur hangzást halljuk, azt élvezzük, abba kerülünk szinte önkívületbe, ahogy semmi más nem hallunk, már szinte nem is hallunk témákat, nem is hallunk motívumokat, csak ezt az egyetlen fénylő harmóniát, amit hosszú-hosszú-hosszú ütemeken keresztül zenget a zenekar, miközben az üsdob még mindig kitartóan pergeti ezt az egyetlen hangot, a hangot, ami végül is ebből a furcsa, rejtelmes, küzdelmes világból, legalábbis az első tétel erejéig most kivezetett bennünket. Úgy tűnik tehát, hogy a megoldás az mégsem a szintézis volt, hanem a megoldás az tulajdonképpen ennek a világnak egy ilyen logikát meghaladó elhagyása volt, valamiféle ilyen transz állapot, amibe a tétel végén kerülünk. Thank you.
fontos, míg az első tétellel kapcsolatban tartózkodtam attól, hogy nagyon konkrét jelentést, történetet képzeljek, szugeráljak a zene mögé, mert valóban azt gondolom, hogy az első tételnek az egyik legfontosabb vonása az a rejtelmesség. Addig úgy vélem, hogy a második tétellel, a lassú tétellel kapcsolatban eléggé jól meg lehet határozni azokat a jelentéseket, amelyek Brucknert szimfonikus szerzőként foglalkoztatták. És azt mondanám, hogy ez a jelentés, ez a mögöttes gondolat, ez meglehetősen súlyos. Voltak éppen arról van szó ebben a lassú tételben, hogy a gyásznak, a veszteségnek, az elmúlás gondolatának és az ebből következő letargia érzésének az ember hogyan tud a végére jutni, és hogyan próbálkozik meg valahogy ebből kilábalni. És a tétel során újabb és újabb kísérleteket látunk erre a kilábalásra, de talán elmondhatom most, hogy végül az egész tételnek a vége legalábbis kérdőjelet hagy bennünk abban a tekintetben, hogy mennyire lehet sikeres ez a küzdelmünk. Tehát a téma, a gondolat, a jelentés az nagyon súlyos és nagyon sötét. Azonban ez persze nem jelenti azt, hogy egy zeneszerző számára, hogyha ezt a súlyos témát meg tudta ragadni, meg tudta fogalmazni, az ne jelentene nagyon is evilági, ha tetszik, hétköznapi emberi örömet. Van ezzel kapcsolatban egy feljegyzés, egy levél, amelyet Gustav Mahler írt Bruckner egyik korai életrajzírójának, aki Brucknerről gyűjtött össze adatokat a kortársaktól. Mahlerről, a zeneszerzőről és karmesterről tudni kell, hogy bécsi tanuló évei során, tehát az 1870-es évek második felében került kapcsolatba Brucknerrel, olyan közeli kapcsolatba, hogy tulajdonképpen nagyon sokan Bruckner tanítványaként emlegették és emlegetik ma is Mahlert, noha ő soha nem volt a szónak formális értelmében tanítványa Brucknernek. Az azonban igaz, hogy fiatal muzsikusként, tanulóként nagyon sokat beszélgettek, egymással kicserélték gondolataikat különböző kérdésekről, tehát a szakmai kapcsolat az kétségkívül szoros volt közöttük. Nos tehát Mahler ebben a visszatekintésében a következőket írja. Máig örömmel emlékszem arra, amikor egy szép reggelen, egy egyetemi előadás alatt hallgatótársaink megrökönyödésére Bruckner kihívott az előadóteremből, hogy egy nagyon poros zongorán eljátsza a 7. szimfónia adagio tételének csodálatos témáját. Ezt a jelenetet és ezt a bizonyára nem csak poros, hanem lehangolódott, rossz mechanikájú zongorát is egy kicsikét idézzék emlékezetükben, amikor most ezt a Mahler által joggal csodálatos témának nevezett zenét a Bruckneri hangszerelésében hallgatjuk meg, és nem csak ezt a gyász témát fogjuk meghallgatni, amelyik rögtön a tétel elején hangzik el, hanem azt is, ami erre válaszol, és amit, mint majd később indokolni is fogom, hit és remény témájának vagy hangjainak nevezhetünk, egy olyan hangnak, ami talán az eddigiek alapján nem meglepő, egyre inkább bizakodóvá válik, de aztán egy idő után mégiscsak ellankad és kétkedő lesz.
Bruckner olyan zeneszerző volt és olyan alkotó volt, aki persze nem függetlenül személyes élettapasztalataitól nagyon jól tudta, hogy a kudarc az egy mennyire alapvető élménye, része az emberi életnek, és számára nagyon fontos volt, hogy ezt az élményt, ezt képes legyen a művészetében és a zenéjében is megjeleníteni. Van egy nagyon különleges szakasza ennek a tételnek, ahol az a téma, amelyet hit és remény témájának minősítettem, újra és újra megszólal. Tulajdonképpen nem variálódik, nem fejlődik, nem változik meg a karaktere, annyi történik csak vele, hogy hol az egyik hangszercsoport szólaltatja meg, hol a másik, hol a vonósok, hol a fafúvósok, hol a részfúvósok, aztán megint a vonósok, aztán megint valamelyik fúvós csoport, újra és újra. De ebből a sok ismétlésből nem válik egységes folyamat, nem tart sehová ez a folyamat. Úgy érezzük, hogy itt valaki önmagát próbálja megnyugtatni. Önmagának mondja azt, hogy igen, van miben hinnünk, van mit remélnünk, van valami értelme az életnek, valamilyen értelmet tulajdoníthatunk a halálnak is, és ez ismételgeti önmagának újra és újra, de lehet érezni, hogy amikor elhallgat ez a motívum, akkor ott marad a csönd, ott marad az üresség, és hát az ember elmondhatja magának ezt 9-szer, 10-szer, de a 11-nél akkor inkább csak fáradtan és szomorúan legyint, és magára marad ezzel a csönddel. És tulajdonképpen ez az a folyamat, amit Bruckner egészen részletezve egy szimfonikus zenekar nyelvére át tud ültetni, és ez már annál is inkább egy merész ötlet, mert hogy tulajdonképpen ezzel ő mint egy megkomponál szándékosan egyfajta zeneszerzői kudarcot. Egy olyan kudarcot, hogy nem tudom fejleszteni a motívumomat, nem tudom továbbvinni, tovább alakítani a motívumomat, csak ismételni tudom. Most ezt a nagyon különös részt hallgatjuk meg a tételből. Persze nem véletlenül ez a lassú tétel a leghosszabb tétele a szimfóniának, korán sem ez a kudarc és ez a itt elért csüggedés az, amivel a tétel befejeződik. Mert mégiscsak eljön az a pont, ahol ez a motívum, a hitnek és a reménynek ez a motívuma, ez életre kell, és egy fantasztikus fokozás részévé válik. Egy olyan fokozás részévé, aminek a tetőpontján megszólal
egy olyan hangszer, amelyik ebben a több mint egy óra hosszúságú szimfóniában mindössze egyetlen pillanatban kap szerepet, ez a cintányér. Van egyetlen cintányérütés ebben a szimfóniában, amit rögtön követ a triangulumnak a hangja, ez is az egyetlen pillanat, amikor ez a hangszer a szimfóniában szerepet kap. Ennek a csúcspontnak, ennek a tetőpontnak különleges története van. Bruckner híres volt arról, hogy sokat adott, talán túlságosan is sokat adott azoknak a karmestereknek a tanácsaira, akik körülötte éltek, akik nyomon követték a munkásságát, és a korai szimfóniái sikertelenségét látva olyasmit javasoltak neki, hogy változtasson a hangszerelésen, vágjon ki bizonyos részeket az általuk túlságosan hosszúnak ítélt tételekből. Ebből következik az egyébként, hogy nagyon nehéz megmondani a Bruckner szimfóniák esetében, hogy mi az autentikus, a hiteles, vagy éppen az eredeti változatuk, mert hogy mindegyiknek rengeteg változata van. Bruckner minden új előadásra, ha eljutott egy adott szimfónia egy új előadásig, gyökeresen revideálta az egyes szimfóniákat. A hetediknek egyébként az esete az ebből a szempontból jóval kevésbé komplikált, mint a korábbi szimfóniáké, de azt lehet tudni, hogy Bruckner a szimfónia első fogalmazványába még ezt az unikális, egyszeri cintányér ütést és utána a triangulumnak a tremolóját, azt nem tette bele, és a források arra utalnak, hogy ez a ütős effektus, ez Arthur Nikisnek, egy egyébként a történelmi Magyarország területéről elszármazott karmesternek a javaslatára került be a lassú tételbe. Ráadásul Nikist is más karmesterek ösztökélték, hogy figyelj, szóljál már a Brucknernek, itt van a 19. századi szimfonikus irodalom legnagyobb csúcspontja, hát csak meg kéne ezt hangszerelni valahogy, egy több mint 20 perces lassú tételben ekkora fokozás, és nincsen benne meg az a effektus, ami elementárissá teszi, és amelyik összetévezhetetlenné teszi. Akárhogy is, azt nagyon fontos tudnunk, hogy Bruckner jóvá hagyta ezt a ütős effektust, ezt a cintányér ütést, és soha nem vonta vissza. Vannak felvételek, ahol enélkül hangzik el a mű, illetve hát nyilvánvalóan vannak olyan hangversenyek is, ahol így szólal meg, ha szabad az én szubjektív véleményemet elmondani. Nekem már mindig hiányérzetem marad, hogyha nincs ott az a cintányér ütés, úgyhogy ennek megfelelően most sem mondunk le róla. De hogy jutunk el oda? Úgy jutunk el oda, hogy ugyanaz a motívum, amelyik az előbb hangzott részletben töredékesen, darabosan, ismételgetve hangzott el, most ebben az új forma szakaszban, ahogy mondtam, életre kell, egy fokozás részévé válik, az egész zenekari hangzás sokkal szervesebbnek tűnik, folyamatosan a vonósok olyan folyondár motívumokat játszanak, amelyek a fúvósoknak a dallamíveit, azokat egymással összekötik, közben emelkedik a hangerő is, egyre dúsabb a hangzás, egyre különösebb, távolibb hangnemekbe érkezünk, és végül elérjük ezt a tetőpontot, amit az előzmények után tehát nem máshogy tudunk értékelni, mint úgy, hogy eljutunk a bizonyosság pillanatáig, le tudjuk küzdeni a halál, a veszteség, az elmúlás hangját és az ezzel kapcsolatos szorongásainkat.
Egy kicsikét közelebb jutunk ennek a csúcspontnak és az azt megelőző fokozásnak a lehetséges jelentéseihez, ha megfontoljuk, hogy éppen abban az időszakban, amikor a 7. szimfóniát írta, Bruckner dolgozott egy másik műven is, és ez pedig egy egyházi mű volt, Brucknernek a Te Deuma. Ehhez tudni kell, hogy Brucknernek, aki egyébként egy tényleg kimondottan kis falunak a szülötte volt, osztrák falunak a szülötte, a viszonya a katolicizmushoz az nagyon személyes, nagyon bensőséges és nagyon mély volt, tehát tulajdonképpen ő nagyon hamar rátalált arra a zeneszerzőként, hogy az ő két fő műfaja, az a szimfónia és az egyházzene. És ebben a kompozícióban, a Te Deumban ennek a fokozásnak tulajdonképpen egy vokális zenekari változatát megtaláljuk, méghozzá az egyházi műnek ez a lezárása. Ugye a Te Deumnak az utolsó sorait a bevett magyar fordítás így értelmezi, Te vagy Uram, én reményem, ne hagyj soha szégyent érnem. És ez az a szövegrész, amelynek a megzenésítése, mint most mindjárt felvételről hallani fogják, tulajdonképpen egyfajta változata annak, amint az imént a zenekartól hallottunk. Bruckner nagyon is tisztában volt azzal, hogy más az egyházzene, más a szimfónia, mások a műfaji követelményei, ha szabad ebben az összefüggésben így fogalmaznom. Az egyházi mű az természetesen a bizonyosság hangjával zárul, azonban a szimfonikus lassú tételben, ezután a fantasztikus csúcspont után, ha tetszik, az Isten színe elé kerülés elképzelése után megint visszahanyatlik a szubjektumunk, a hozzánk szóló én, a gyásznak, az elmúlás gondolatának az állapotába. Ez egyrészt egyáltalán nem meglepő Brucknertől, hogyha más lassú tételeire gondolunk, ugyanakkor itt ráadásul közrejátszhatott a dologban
egy olyan életrajzi vonatkozás, amiről talán érdemes néhány szót ejteni. Bruckner valamelyest ellentmondásosan nyilatkozott ennek a lassú tételnek a keletkezéséről különböző pontokon, különböző embereknek. Nagyon valószínű, hogy ezen a tételen már jócskán dolgozott az 1883-as évnek az elején, és ugye ennek az évnek van egy a zenetörténet, és Bruckner számára személyesen is igen jelentős eseménye. Jelesül 83. február 13-án halt meg Richard Wagner. Egy olyan zeneszerző, akit Bruckner rettenetesen tisztelt, akinek a stílusát saját szimfonikus zenéje egyik fő ihlető forrásának tekintette, és egy olyan zeneszerző, mármint Richard Wagner, aki többször nagyvonalú, nagylelkű gesztusokat tett Bruckner felé. Ezeket a gesztusokat kicsikét ígérvényszerű állapotban tartotta Wagner, nem igazán sokat segített ő Bruckner karrierjének az előmozdításában, de minden esetre Bruckner egyes pillanatokban érezhette úgy, hogy élvezi Wagner bizalmát és nagyra becsülését. Vagyis az egészen biztos, hogy Bruckner számára tényleg nagyon megrázó lehetett az a pillanat, amikor Richard Wagner haláláról értesült, és a legvalószínűbbnek az tűnik, hogy a szimfónia lassú tételének az utolsó szakaszát, ezt a végső visszatérését a gyászhangnak, azt már azután komponálta, hogy erről a halálhírről értesült. Ráadásul ezen a ponton megint nagyon előtérbe kerül a Wagner tubáknak a hangja, és nem hiszem, hogy indokolatlan bizonyos motivumokban a Siegfried gyászzenének, ugye a Nibelung gyűrűje ciklus utolsó darabja, az Istenek alkonya egyik majdnem utolsó szimfonikus tablójának visszaidézését is felismerni. Hallgassuk tehát most meg a Bruckner tétel zárószakaszát, a visszatérő gyászhanggal és ezzel a nagyon finom, nem direkt, talán csak közvetett allúzióval Wagner stílusára. Thank you.
Adorno, aki nem csak filozófus volt, hanem a német-osztrák szimfonikus hagyomány kiváló ismerője, azt mondta, hogy a scherzo az a legmohacsabb tétel típusa ennek a német-osztrák szimfonikus hagyománynak, és ez alatt alapvetően arra gondolt, hogy a scherzo az egy olyan tétel, ahol a legegyértelműbb, hogy a zeneszerzőnek mi a feladata. Még abban a 19. században is, amelyikben egyébként a zeneszerzők egyre inkább úgy gondoltak az egyes műalkotásokra, mint önálló univerzumokra, amelyeknek a törvényszerűségeit, a szabályait mindig a komponálás során kell kitalálni. Nem lehet egyszerűen csak mintákat követni, nem lehet egyszerűen csak példákat megismételni. De Adorno azt sugallja tehát, hogy ez a fajta egyéni jellege a tételek formálásának éppen a scherzónál nem működhet igazán. Nos, ezzel szemben azért a 19. századnak nagyon sok zeneszerzője nagyon is izgalmas kísérleteket végzett ennek a műfajnak, ennek a tételtípusnak a területén. Ugye egy olyan tételről beszélünk, amelyik a szimfóniákban vagy harmadik, vagy bizonyos esetekben második helyen áll, de mindenféleképpen egy belső tétel, amelyiknek alapvetően gyors tempója van, és az eseteknek nagyon nagy többségében hármas lüktetése van a scherzo zenének. Nos, tehát bizonyos zeneszerzők megpróbálnak mégiscsak különleges ötleteket belelopni a scherzóba, megpróbálják saját arcukra formálni. Azonban Bruckner egészen máshogy állt hozzá ehhez a tételtípushoz. Számára éppen az volt az érdekes, hogy itt megmutathatja, hogy milyen az, amikor egy zeneszerző az őrület határáig, ha tetszik, tankönyvi szabályokat követ. Mindent megismétel, amit meg kell ismételni. Minden ritmusformulát úgy rendezel, ahogy azt az első ütemtől kezdve elvártuk tőle. Minden kiszámítható, minden a helyén van, csak éppen ez a rendszerezettség, ez a jól szervezettség a tételek végére már-már őrületbe kerget minket, és éppen ez Bruckner célja, hogy megmutassa, hogy a túlszervezett, a túlszabályozott világ az voltaképpen nem racionális, hanem az egy elfedése valaminek, ami tulajdonképpen irracionális, amelyik tulajdonképpen valamilyen örvénybe, valami félelmetes területre vezet bennünket. Egy ilyen Bruckneri scherzo az mindig három nagy részből áll össze. Az első része az, amit mondjuk scherzo fő résznek nevezhetünk, erre igaz ez a mozgékonyság és az alapvetően gyorsabb tempó. Utána következik egy trió szakasz, amelyik Brucknernél mindig egy picikét enyhébb, lassabb tempójú, és utána pedig visszatér szó szerinti ismétlésben az eredeti scherzo főrész, amelyik már maga is rengeteg ismétlést tartalmazott. Most ahhoz, hogy ez a mechanizmus, ez a gépezetszerű zene működésbe lépjen, mindenek előtt szükségünk van egy nagyon markáns, nagyon jól követhető alapritmusra. Ezt mutatjuk meg most. Ez tehát a gépezetünk működése alapjáraton. Ahhoz, hogy azért történjen is valami, szükségünk van még néhány motívumra, de tényleg csak nagyon kevésre, és ezekkel a motívumokkal tulajdonképpen permutációs és kombinációs játékot űz Bruckner, ebből épül fel a scherzo főrész. És hát milyenek ezek a motívumok? Például ilyenek. Vagy ilyenek. Nos tehát, azzal, amit most hallottunk a trombitán, a klarinéton és a vonósokon megszólalni, tulajdonképpen ki is merítettük a scherzo főrész zenei anyagait. Nézzük meg, hogy hogyan működik ebből az építkezés. Egy kicsikét olyan ez, mintha Bruckner a scherzóban egyfajta torzító tükröt tartana a többi tétel felé. A többi tételben pont azt akarta velünk elhitetni, hogy a zene az egy szerves és logikus folyamat, egy nagyon finom folyamat, talán csak az ember lelki működéséhez lenne hasonlítható, és akkor ehhez képest itt a scherzóban kiderül, hogy a zene
az működhet úgy, mint egy gépezet, mint egy mechanizmus. Hallották ennek a résznek a végén ezt a lefelé rohanó skálát? Tehát ezért beszélek örvényről, mert ugye halmozódik újra és újra ugyanaz a néhány motívum, és aztán borul a rendszer. Borul a rendszer, és lezuhanunk valami félelmetes, valami ellenőrizhetetlen, valami számunkra idegen, nyugtalanító birodalomban, valami démoni helyre. Ilyen a Bruckneri szkercó. És ez még csak nem is volt a teljes szkercó főrész, ez volt az első forma része, utána jön egy középrész, amelyik úgy indul majd, hogy az üsdob hangoztatja a trombitának a motívumát, azt a motívumot, amit legelőször a trombita szólaltatott meg, majd utána a vonósokon halljuk az általuk már korábban is játszott motívumot, először egy hangmagasságon, aztán egy másikon, tehát voltak éppen ez a fajta sokszorosító forma, ez tovább folytatódik, tovább generálódik ebben a középrészben is. Ahogy ebből a hirtelen elvágott befejezésből sejthetik, tulajdonképpen valamilyen visszatérési pillanathoz érkeztünk. Mi más térne vissza, mint az, amit egyébként is folyamatosan hallunk. A scherzo téma, a scherzo motivumok, ez az egész apró építőelemekből összeálló mechanizmus. Most ezt az átvezető szakaszt megint el fogjuk játszani. Figyeljenek fel, hogy milyen pimasz motivumot játszanak ebben a trombiták, és utána meghallgatjuk a scherzo visszatérést, csak azért, hogy világos legyen, hogy tényleg ugyanaz szól, mint ami az elején is szólt. Thank you.
ez az a pont, ahol sor kerülhet a trióra. A trióra, amit Bruckner mindig úgy komponál meg, hogy a tökéletes ellentéte legyen a scherzo főrésznek, legyen ez a nyugalomnak, a statikusságnak, az állandóságnak a szigete, és a scherzo főrész mechanikus, gépies világával szemben legyen ez olyan, amelyben valamilyen módon a természetet is invokálni lehet. Nagyon sok esetben, és ez így van a 7. szimfónia scherzójánál is, a trió szakasz az a pastorálnak a zenei toposzára, zenei hangvételére hivatkozik, egy olyan hangvételre, amelyik a természetben harmonikusan benne élő embernek a képét idézi elénk. Ráadásul ennek a trió dallamnak, amelyet majd mindjárt meghallgatnunk, van egy másik fontos jellegzetessége, mert hogy egy bölcső dolnak a ringató ritmusát is magára ölti, azonban világos az, hogy ez egy olyan bölcső dal, amelyet egy a bölcsőből már régen kikerült felnőtt ember idéz fel magában, mert hogy ezt a ringató ritmus aztán megakasztják olyan dallamok, amelyek inkább a nosztalgiának, a visszavágyódásnak az érzéseit fejezik ki, anélkül azonban, hogy ez az alapvető nyugalma, bensőségessége, zavartalansága, zártsága a triónak az megtörne. Az az igazság azonban, hogy ahhoz, hogy ezt a nyugalmat, ezt a zártságot, ezt biztosítani tudjuk legalább most itt önök számára, ki kellett hagynunk egy hangszert a trió szakasznak a hangszereléséből, és ez nem más, mint az üsdob. Ugyanis a scherzónak az a jellegzetes, nyújtott ritmusú szava, ritmus képlete, amelyet ugye legelőször a trombitától hallottunk, az ott toporog a háttérben, szó szerint azt érezzük, hogy ha nem is a sors, de legalábbis a scherzo főrész már ugye dobol a trió ajtaján, és mintegy sürgeti ezt a nyugodt, ezt a statikus, ezt a bensőséges szakasz, hogy tűnjön most már tova, és adja vissza a helyet a scherzo főrész teljes szó szerinti megismétlésének. Mi most csak a triónak az utolsó ütemeit fogjuk eljátszani ismét, ezúttal már az eredeti hangszerelésben az üsdobbal együtt. Így hangzik tehát az igazi befejezése a triónak, amit, ahogy mondtam, aztán a teljes visszatérés követ. Talán ez az a pont, ahol érdemes beszélni arról, hogy Bruckner szimfonikus stílusával kapcsolatban számos vita, számos eltérő vélemény merült fel, már az ő életében is, és ezek a viták, ezek a vélemények, véleménykülönbségek tulajdonképpen a mai napig tartanak. A kérdés itt természetesen nem az, hogy Bruckner vajon beletartozik-e a 19. századi szimfonikus stílus legnagyobb alkotói közé, mert azt hiszem, hogy ezt egészen biztosan megválaszolhatjuk. Igen, feltétlenül a legjelentősebb szimfonikus szerzők közé tartozik. Ugyanakkor vannak olyan vonásai a zenéjének, amelyek időről időre még olyan szakmabeli muzsikus rajongóit, tisztelőit is elbizonytalanították, akik egyébként tényleg nagyon odaadóan támogatták Bruckner zenéjét, Bruckner művészetének ügyét.
Említettem már Gustav Mahler nevét, aki ugye személyesen is nagyon közeli kapcsolatban volt Brucknerrel, szakmailag is nagyon szorosnak lehet nevezni a kapcsolatukat. És Mahler a nyilvános megszólalásaiban soha nem is hangoztatott semmiféle kételyt a mesternek a zenéjével, stílusával kapcsolatban. Éppen ellenkezőleg Mahlernek a legelső publikációja, a legelső nyomtatásban megjelent Kotta kiadványa, az tulajdonképpen egy Bruckner mű volt, mert hogy ő munkatársaival, voltak éppen egy diáktársával és egy tanárával közösen készítette el. Bruckner egyébként az ősbemutatón totális kudarcot vallott harmadik szimfóniájának képzongorás átiratát. Tehát ez igazán egy nemes és áldozatos gesztus, és egy olyan gesztus, ami kifejezi Mahlernek a Bruckner iránti szeretetét is, nem csupán a tiszteletét. Ugyanakkor olyan helyzetekben, amikor már nem a nyilvánosság előtt beszélt, hanem baráti körben árnyaltabban is fogalmazott, akkor bizonyos kritikai észrevételeket is tett Brucknerrel kapcsolatban. Arra ugye érdemes emlékezni, hogy az 1870-es, 1880-as évek bécsi zenei életét a két nagy rezidens zeneszerző, Johannes Brahms és Anton Bruckner ellentéte határozza meg. Ez egy olyan ellentét, amelynek a kiéleződése sajtóvitákban egészen durva fokig eljutott. Nem Bruckner és Brahms személyes nyilatkozatairól, hanem az őket támogató zenészek, zenetörténészek és újságírók nyilatkozatairól van szó. Az egésznek volt egyébként egy politikai vetülete is. Érdekes, hogy ebben Mahler soha nem tette le egyik irányban sem a garast. Azonban, ahogy mondtam, 1893 nyarán baráti körben következő gondolatokat fogalmazta meg. Idézem Mahlert. Ahhoz, hogy egy zeneszerző munkásságát megítéljük, az egészet kell szemügyre venni. És nem kétséges, hogy a kettő közül, tudniillik Brahms és Bruckner közül, Brahms a nagyobb, mivel művei tökéletesen koherensek és sosem magától értődőek, és annál gazdagabbnak és mélyebbnek tűnnek, minél inkább elmerül bennük valaki. Mahler aztán elismerte, hogy Bruckner invenciója nagy és gazdag, ugyanakkor helytelenítette, hogy ezeket a jó tulajdonságait a Bruckner zenének folyamatosan aláássa a Bruckner művek, ahogy Mahler fogalmaz, darabossága. Mahler így fogalmaz. Az utókor, amely csak a tökéletest és a lekerekítettet becsüli, valószínűleg még kevésbé kedveli és érti meg majd Brucknert, mint a kortársai. Eddig hát az idézet Mahlertől, és én azt gondoltam, hogy miután Kovács János Karnagy úr személyében itt van velünk egy olyan muzsikus, aki nagyon régóta és nagyon behatóan foglalkozik Bruckner művészetével, számos zenekar élén hallottam őt Brucknert vezényelni. Beszéljen nekünk arról, hogy neki is vannak hasonló hullámzásai Brucknerrel kapcsolatban, vagy nála ez máshogy alakul. Azt szeretném mondani, hogy előre haladott korom ellenére azért olyan sokat nem tudtam még Brucknert dirigálni, amennyit egy egészséges karmesternek kellene, és egészséges zenekarnak is játszani kellene. Az érzéseim változatlanok olyan szempontból, hogy változatlanul Bruckner rajongó vagyok, változóak olyan szempontból, hogy egyre inkább az vagyok. És ez nem egy megalapozatlan rajongás, hanem én szeretném félretenni most a Mahler ítéletének azt a részét, hogy darabos, hogy technikailag mennyire koherens egy Bruckner tétel. És azt szeretném mondani, hogy mindig rabul egy az a tömény és megfogalmazhatatlan emelkedettsége ennek a darabnak, és ezzel csak az egyik részét említettem, mert természetesen sokrétű a zenéje, hogy Lórát is említette, hogy vannak benne táncosabb karakterek, stb. De azért alapvetően egy ilyen szimfónia meghallgatása, vagy benne muzsikálás, ez azt jelenti számomra, hogy az ember egy fél méterrel a föld fölé emelkedik,
És ami az emberben hiányérzetet okozhat, az csak az előadás hibája lehet. Mert úgy érzem, hogy valóban irgalmatlan feladat egy ilyen óriás szimfóniát előadni úgy, hogy egésznek tűnjön, és most Mahler szavára visszatérve, hogy lekerekített és tökéletes legyen, de ezen izzadjanak az előadók, és találják ki, hogy ne ez tűnjön föl belőle, hanem az a megfogalmazhatatlan, amit az előbb említettem, és meg se próbálok megfogalmazni. Nagyon szépen köszönjük, és ha most így felemelkedtünk fél méterrel a földfelszín felé, akkor maradjunk is ott, ugyanis a szimfónia utolsó tétele, a fináléja egy olyan új hangvételt szólaltat meg, amelyik tényleg az eddigiekből még teljesen hiányzott, és ennek megfelelően nagyon meglepőnek tűnik, és örömteljen meglepőnek, ez a hangvétel pedig az újongó örömnek a hangja. Hallgassuk csak az első ütemeket. Ha ez az újongó téma valahonnan ismerősnek tűnik önöknek, szerintem nem véletlen, de azért felidézem azt, hogy honnan is ismerős. Nem másról van tehát szó, mint hogy az egész szimfóniát indító fő téma, ez a rejtelmes, különleges téma most az utolsó tételben az újongó öröm hangjaként jelenik meg, vagyis egy újabb alakváltáson ment keresztül. Hogy honnan jön ez az újongó öröm, a lassú tételnek a gyászhangja, a szkercónak a démoni mechanizmusa után, ez talán nem is olyan egyszerű megmondani, hiszen semmi ilyesmit nem ígért nekünk Bruckner az eddigiekben, sőt, talán éppen ennek az ellenkezőjét. De hát miről is szól ez a gyászhang, miről is szól ez a szembenézés az életnek, az olykor értelmetlennek tűnő mechanikus körforgásával? Nem másról szól, mint hogy ezeket a rossz érzéseket, ezeket a szorongásokat, ezeket felszínre hozzuk, kifejezzük, és ha egyszer kifejeztük őket, és megformáltuk őket, és ezáltal jól elismerültünk bennük, akkor utána már könnyen magunk mögött hagyhatjuk őket. Tehát ez az újongás, ez annak szól, hogy ezektől a terhektől, ezektől a szorongásoktól megszabadultunk, és ezáltal valóban új életre kelünk, és hogy ez még mindig mi vagyunk, az a mi, aki a szimfónia legelején szólt hozzánk, ezt mutatja a témának, az első tétel témájának és a finálé témájának a lényegi egyezése. És az újongás az hagyján, mert hogyha majd most meghallgatjuk egy kicsikét tovább menőleg is a tételt, akkor látni fogjuk, hogy valóságos ugrabugrálás kezdődik itt, amikor a vonósoknak a témájához csatlakoznak a fafúvósok is. Mi több, kiderül valami olyasmi, ami egészen eddig a pillanatig nem lehetett világos, Brucknernek van humora.
Beethoven óta a szimfonikus szerzők, ha tetszik, kötelességüknek érzik, hogy egy szimfónia utolsó tételét azt összefoglalásként értelmezzék, hogy felidézzék azokat a témákat, gondolatokat, amelyeket a korábbi tételekben alkalmaztak. Így természetesen nem ez a nyitó téma az egyetlen, amelyik emlékeztethet a korábbi tételeknek a zenéjére. Lesz egy olyan témánk, amelyik tulajdonképpen összeköti egymással az első tételnek egy lírai dallamát, és a másodiknak, a lassú tételnek azt a bizonyos hit és remény témáját. Ami az első tételnek a lírai dallamát illeti, annak jellegzetes vonása egy olyan díszítés, amit latinul cirkulációnak szoktak nevezni, egy olyan ékítménye a hangnak, amikor egy hangot a vele szomszédos hangokkal gyorsan körüljárunk, és ez egy lírai folyamatban hangsúlyt tud adni a fontos hangoknak, fontos hangközlépéseknek. Hogy ez a kép összeálljon, most felidézzük az első tételből a lírai témát. Nos, tehát ez a lírai téma egyesül a korál témával, a hit és remény témájával a negyedik tételnek, a záró tételnek egy bizonyos pillanatában. Persze Bruckner nem lenne Bruckner, hogyha a fináléra ne tartogatna még néhány konfliktust. Ez a bizonyos fő témánk, amelyik egy ilyen vidám ugráló témává vált, egyszer csak saját karikatúrájává válik, egészen félelmetes, hatalmas dimenziókat vesz, de ezt már igazából nem tudjuk komolyan venni. A helyzet egy picikét olyan, ha valakinek esetleg ez még emlékezetes a Csillagok háborújából, mint amikor az úgynevezett birodalmi lépegetők tűnnek fel, hatalmas, ormótlan, behemótként mozgó mechanikus szerkezetek. Ilyen fantáziát zenésít meg Bruckner, és ez megint egy újabb alakváltozata lesz ennek a bizonyos alapgondolatának, az egész szimfóniának.
egy kocka van még, amelyik hiányzik a puzzle-unkból. Valahol a scherzo anyagainak is fel kell tűnnie még a fináléban, amelynek persze a metrikus szervezése egészen más, szóval ez nem is annyira könnyű feladat, de egy ponton az üsdobon, minthogyha megszólalna a scherzo jellegzetes ritmusa, majd ezt követően még egy utolsó utalás Richard Wagnerre, úgy tűnik, minthogyha távolról a wagneri természethang szólalna meg, az a fajta motivika, amivel Wagner a Rajna kincse elején a folyót, az érintetlen természet ős forrását jeleníteni meg. Ha összeraktuk a puzzle-t, akkor elvileg a játék végére értünk, de azért ez a késői 19. század német-osztrák szimfóniáiban nem így szokott lenni. Ez az a pont, ahol a zeneszerző megint összekeveri a játéknak az alkatrészeit, és megmutatja, hogy voltak éppen ő egy másik képet is ki tud rakni ugyanezekből az alkotó elemekből, úgyhogy mielőtt a tétel véget érne, megint halljuk a korál témát, a lírai téma emlékeivel, megint halljuk azt a témaváltozatot, amit merészkedtem birodalmi lépegető témának nevezni, és ezután nem marad más hátra, mint hogy Bruckner feltegye a kérdést, lehetséges-e az első tétel végének transz zenéjét, ezt az egészen mágikus, önkívületig vivő zenét még tovább fokozni, és választ is ad rá. Lehet. Thank you.